Kedves nézőink, a Székhely Óda az idén is megrendezte tavaszi zsongás elnevezésű program sorozatát. Kérem, tekintsék meg erről szóló beszámolónkat. Kincset gyűjtöttek össze, de a leggyorsabbaknak, akik először értek célba, most gratulálunk. Május utolsó hétköznapjaiban a Székhely Óvoda egy tavaszi zsongás című programsorozatot szervezett. Mi minden fért bele ebbe a programsorozatba? Igen, hagyományteremtő céllel szerveztük meg tehetségtámogató programjainkat a Székhely óvodában. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Székhely óvoda egy regisztrált tehetségpont lett, Csodabogár tehetségpont. 2013-tól tehetségműhelyeket működtetünk, 2013-ban három tehetségműhelyünk működött, 2014. szeptemberétől pedig ez kibővült egy negyedik tehetségműhellyel is. Milyen irányban próbálják fejleszteni a tehetséges gyermekeket? Igen. Tehát a négy műhelyünk működik jelenleg, az Ákkombákon műhely, ez egy komplex vizuális tehetségműhely, ahol elsősorban a gyermekeknek a vizuális képességeit fejlesztjük. Az énekzene műhely, amelynek az a neve, hogy csengőhang, ahogy a név is utal rá, a szép tiszta éneklést, a ritmusérzéket, a táncot, tehát minden zenei képességet fejlesztünk. A varászó műhelyben pedig a drámaját, az interpersonális képességek fejlesztése folyik, és ahogy mondtam, 2014. szeptemberétől pedig elindult a gondolkodó, okoskodó műhely, amelynek célja a matematikai és a logikai gondolkodás fejlesztése. Hány kisgyermeket érintenek ezek a tehetséggondozó műhelyek? Hányan járnak? Igen, a műhelyekben 8-10 kisgyerek vesz részt, tehát mivel 4 tehetségműhelyünk van, így 40 kisgyerek vesz részt ezekben a programokban, de ez nem jelenti azt, hogy a csoportba járó többi kisgyerek nem részesülne ilyen fejlesztésekbe, hiszen nagyon jól tudjuk kamatoztatni azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik bizonyos területen ügyesebbek, és ők a csoportban is húzóerőként vannak jelen, hiszen ötleteik vannak egy-egy vizuális tevékenység során, a játékokat találnak ki, különböző meséket mondanak el önállóan, segítenek a társaiknak, és a matematikai területen sem mindegy az, hogy egy csoportban milyen fejlett a gyermekeknek a probléma megoldó, a logikus gondolkodása, a tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés terén szerzett ismereteik, mert ez így együtt kihat a csoport egészére is. Térjünk vissza egy kicsit erre a tavaszi zsongásra. Mi minden volt ezeken a napokon? Milyen programokkal várták akár a gyermekeket, az óvodás gyermekeket, akár ugye a felnőtteket, kollégákat, illetve a szülőket? Igen, tehát ez egy kéthetes programsorozat volt, amiben most részt vettünk. Május 18-ától 29-ig tartott. Minden nap másféle tevékenység volt. Május 18-án egy logikai versennyel kezdtük. Itt ebben a versenyben a kognitív képességek fejlesztése került előtérbe, aztán május 19-én egy egész napos autóbuszos kiránduláson vettünk részt, az óvoda valamennyi óvodása, tehát mind az 5 gyermekcsoport, ellátogattunk a Koloska-völgyi Vadasparkba, és megnéztük az ott élő állatokat. Aztán a vadasparki séta után az óvodásaink egy városnéző kisbuszra szálltak, ahol megtekintettük Balatonfüred nevezetességeit, onnan pedig gyalogosan folytattuk utunkat. A Tagóra sétányról gyönyörködtünk a fodrozódó Balaton vizében, megnéztük az érkező és az induló hajókat, utána pedig megnéztük a révész és a halászszobrát, és ugye a legendát is elmondtuk a gyerekeknek, hogy aki megsimogatja a révész és a halász csizmáját, az biztosan visszatér ebbe a gyönyörű városba. Hát a csizmák gyönyörű fényesek lettek. És utána pedig a kirándulásunknak az utolsó pontja az volt, hogy valamennyi kisgyereket fagylaltozásra hívtunk Balatonfüreden. A sportolni szerető gyerekeket milyen programmal várták? A tehetségműhelyeink között ugye nem szerepel a maga a mozgásnak a fejlesztése, de erre ennek ellenére nagyon nagy hangsúlyt helyezünk. A gyerekeket óvodánként visszük nagy csoportban már úszni, tehát játékos vízhez szoktatást folyik, de szerencsére a szülők érzik ennek a fontosságát, és többen délutáni úszás keretében is folytatják ezt a tevékenységet. Ezért úgy gondoltuk, hogy úszóversenyben is megmérjük a gyerekeknek a tudását, az ügyességét, hiszen a mozgás kompetenciák fejlesztése
építése is rendkívül hangsúlyos az óvodánkban, örökös zöld óvodák vagyunk, és nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód kialakítására, amelynek fontos része a mozgás. És a két hét alatt pedig egy komplex vizuális kiállítást láthattak óvodánk épületében az érdeklődők, ahol különböző technikákkal készített alkotásokat, agyagozást, vágást, ragasztást, festést, rajzolást technikáját alkalmazva készültek a pályaművek. Mi volt a program zárása? A gyerekekkel az Agora térre mentünk, és itt egy zenés, vidám délelőttöt szerveztünk a gyermekeknek. Az volt a célunk ezzel, hogy egy önfeled délelőttön jól érezze magát mindenki, és szerettük volna azt is megmutatni, nyitottabbá tenni a város felé is, hogy akik a különböző versenyekben a legjobb helyezéseket érjék el, hogy itt a város előtt vehessék át a megérdemelt jutalmukat, tehát itt került sor a legjobbaknak a díjazására. A délelőtt során a gyerekek aszfaltrajzversenyben vehettek részt, a legszebb alkotásokat itt is tudtuk díjazni, köszönet a támogatóknak ezért, és a délelőtt során még volt táncház, játékos mozgással mozgattuk át a gyerekeket, és egy dalos, vidám programmal zártuk a délelőttöt. A szülők és az óvodapedagógusok számára is rendeztek programokat, mik voltak ezek? Igen, május 28-án a Székely óvodában Csernik Szende Székely mesemondó és lámbábos előadását nézhették meg a gyermekek és a szüleik is együtt, közösen. Ahogy ő fogalmazott, azért jött el hozzánk, hogy boldogítsa a gyermekeket székely ízes meséivel. Azt mondta, hogy a mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek mosoly mindenki számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon igaz, és ezzel szerettük volna is felhívni még jobban a figyelmet arra mindenki számára, hogy az internetes és az egyéb mesék helyett az élő mesének nincsen párja. Úgyhogy ezzel ez volt a célunk, hogy felhívjuk a szülők figyelmét ennek fontosságára is. Aztán ugyanezen a napon délután dr. Kádár Anna Mária mesepszichológus tartott előadást a szülőknek útra való kényes nevelési helyzetekhez címmel. Előadásában rávilágított arra, hogy a gyermek bámulatos pontossággal mutat rá arra, amin dolgoznunk kell. A vele kapcsolatos nehézségek jelzés és egyben lehetőségek is a tovább lépésre. Mi a célja az óvodának, illetve az óvodapedagógusoknak ezzel a programsorozattal? Amikor a tehetségprogramunkat elindítottuk, az a cél lebegett előttünk, hogy minél több alkalmat biztosítsunk a gyermekek számára a változatos tevékenységekre, minden gyermek megtalálhassa a maga számára a legkedvezőbb elfoglaltságot, igyekeztünk vonzó eszközöket is beszerezni, ami az érdeklődés mellett alkalmat ad az elmélyült tevékenységekre, hiszen az óvodáskorú gyermekek szívesen megmutatják, hogy mi minden van bennük egy olyan közegben, ahol szabadon szárnyolhatnak. Lesz-e folytatás, lesz-e jövőre is tavaszi zsongás? Igen, mindenképpen tervezzük, ahogy említettem is, hagyományteremtő céllal. Ennek nem szeretnénk véget vetni, hanem folyamatosan bővíteni, és a gyerekeknek a tehetségét minél jobban és minél korábban észrevenni és támogatni. Híres nagy vadász, ott ma félre áll.